Isten népének a története, a zsidóságon belül, hisz ők voltak az első célirányos nép, akit Isten megszólított és rájuk bízta azt a küldetést, hogy népek világossága legyen. Krisztusban és Krisztus által azonban egy új korszak kezdődött. Az új szövetség korszaka. Jézus, amikor ezt az új szövetséget megkötötte, egy nagyon bensőséges alkalmat készített elő. Mint Izrael fiai egyike, hisz származását tekintve, anyjától, Máriától születve, ahhoz a néphez tartozott. Már Isten fiúi méltósága és hatalma nyilvánvaló volt gyógyításaiban, csodáiban, tanításában, de legfőképpen halálból való feltámadásában és a mennybe menetelében. Az a bensőséges alkalom, amikor csak a 12 volt együtt, és szokás szerint, hisz évente egyszer, az Egyiptomból való kiszabadulás emlékünnepe az egész Izrael számára ünnepnap volt, arra emlékeztek, hogy Isten a rabságból, a megalázott, elnyomott helyzetből hogyan szabadította ki az ő népét csodák sorozatán át. És az volt a törvény, hogy évente egyszer körbe kellett ülni az egész családnak az asztalt. Ott ült minden családtag, ott ültek a gyermekek, az unokák, és a családfőnek kellett elmagyarázni, hogy Isten milyen csodákon keresztül vezette az ő népét, míg a szabadulás órája eljött. Lehet, hogy szokatlan, és minden formasságot félretéve, idézem a testvéreknek azt, hogy a mai nap gyásznap. Gyásznap van, egész országunk arra emlékezik, hogy a mi népünk szeretett volna szabadságot, függetlenséget. És 170 évvel ezelőtt ez a vágyakozása porba és sárba lett tiporva. A mai napon emlékezünk arra, hogy az akkori Magyarországnak első miniszterelnöke, a kormány összes tagja, a katonai vezetők mind meghaltak. Kivégezték őket. Olyan mély nyomot hagyott ez, ami magyar nemzetünk múltjában is, hogy hiába 170 év, erről emlékezik meg az országunk harangzúgás mellett. Mert mi is Izrael népéhez hasonlóan, mint nemzet is, jobban szeretjük a szabadságot, mint az elnyomást. Ugye így van? És a zsidókhoz írt levélben azért olvastam ezt, azt sorolja a szent író, hogy voltak olyan szerencsés, idézelvetett szerencsés, vagy Isten által óvott személyek, akik győzelemre vitték népük sorsát, és szabadulást szereztek nekik. És a Bibliának is fényes napjaira kerültek. És utána megszakad az írás, és azt mondja, de voltak számtalanok, névtelen hősök, akik ugyancsak e szabadságvágytól indítva nagyon súlyos árat kellett fizetniük. És felsorolja itt a Szentíró, hogy bujdostak, hogy börtönbe kerültek, hogy kivégezték őket, átfűrészelték őket, durva módon meggyalázták azokat, akik a szabadság vágytól fűtve igazságot szerettek volna nemzetüknek. És azzal zárja a Szentíró, hogy úgy tűnik, mintha a vesztes oldalon fejezték volna be. Mintha értelmetlen lett volna a vérveszteség, az áldozatuk.
hisz nem nyerték meg az ígéretet, hisz nem ebben a világban jutalmazták őket hősi tetteikért. És így fejezi be a Szentíró, hogy bár nem teljesült az ígéret, mert Isten számukra valami különbről gondoskodott. Soha nem tettem ilyet, de most megteszem. Annak a 13 embernek a nevét szeretném felolvasni, aki nemzetiségükre tekintettel szinte az egész történelmi Magyarországot lefedik. És azt szeretném kiemelni, hogy mi volt az utolsó szavuk a bitófán. Jegyzőkönyv készült erről. Damjanics János, szerb nemzetiségű. Desefi Arisztid, magyar. Kis Ernő, örmény. Knézi Károly, horvát. Lavner György, német. Lázár Vilmos, örmény. Leiningen Károly, német. Nagy Sándor József, magyar. Poltenberg Ernő, osztrák. Schweidel József, magyar. Török Ignác, magyar. Vécsei Károly, magyar. Egymás után olvasom a bitófán mondott utolsó szavokat, és jegyzőkönyv készült róla. Krisztus keresztje és a bitófa olyan rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sors? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmára érni a magyar léleknek. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmi sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz magyarrá, jó katonává tett. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el az átkozott, meghasonlott világot. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok, életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Isten adta a szívet és a lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatért lángolt. Kossuth Lajos, amikor megtudta, hogy a közvetlen munkatársai mind ki lesznek végezve, ő kiszabadult az országból még időben, azt mondta, soha nem volt még olyan deputáció, mint az aradi 13, akik népemet képviselik Isten felséges színe előtt, a mai naptól fogva. Kossuthnak nem volt igaza, vagy csak félig. És tudjuk azt, éppen a zsidókhoz írt levélben olvastuk, hogy bár emberi hősökre is emlékezünk, akik az életükkel a legdrágábban fizettek az igazságért és a szabadságért, de a mondat nem áll itt meg. Mert azt mondja, nézzünk fel Jézusra, a hitszerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődött, és vállalta a keresztet,
és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. A világ oldaláról a legnagyobb veszteség, a legnagyobb gyalázat, egy bitófán, egy keresztfán befejezni a földi küldetést. De tudjuk, hogy azok, akik oda juttatták akár magyar elejénket, akár Krisztust, nem az igazság oldalán álltak. Az igazságot el lehet némítani, az igazságot börtönbe lehet zárni, az igazságot le lehet hazudni, de az igazságnak az a törvényszerűsége, hogy egyszer föltámad a sírból. Egyszer napvilágra jön, és ő fog győzedelmeskedni. Isten még nem fejezte el a munkáját, az igazság helyreállítása előtt vagyunk még. Mi egy olyan országot várunk, ahol igazság lakozik. Éppen ezért megdöbbenve hallgatták a tanítványok is, mind a 12-en, hogy Jézus mire készül. Ha valaki volt igazi szabadsághős, felszabadító, vétkeink és bűneinkből, múltunkból és elrontott előzményekből, az nem más, mint a Mesiás, akit Isten küldött a mi felszabadításunkra, az új világ, az Isten országa felé. Mert az csak átmeneti, amit itt tölthetünk. De ez asztalnál. Hadd hangozzék el. Azt mondta Jézus legközelebb, már majd az ő országában fog velünk vacsorálni. Addig emlékezzetek. Arra emlékezzetek, hogy a mű beteljesedett, hogy elvégeztetett. Minden vétkünk és minden bűnünk egyéni, nemzeti, világ bűneit, ahogy hallottuk, ő vitte fel a fára. És tesz bennünket teljesen szabaddá az ő küldetésére, az ő szolgálatára. Nem tudjuk, mennyi van még vissza, akár személyes életidőnkből, akár a világ óráján, hol áll a mutató, de azt minden jel mutatja, hogy közel van az ő eljövetelének napja. Addig tehát föl, testvéreim! A szabadság, a lelki szabadság, az Isten országának, üzenetének és evangéliumának a hirdetésére. Úrvacsorai közösségnek pontosan az volt, és ma is az a nagy küldetése és szerepe, ezért bízta ránk Isten, hogy egy állásfoglalás legyen, egy kiállás, egy tanúságtétel, egy elköteleződés. A megtört test és a kifolyt vér mellett. Jézus nem sikert ígért. Azonnali mindenben való egészséget, helyreállást, gazdagságot, ezeket a hazugságokat nem ő mondta. Ő azt mondta, ha velem valaki szenved, velem dicsőítetik meg. Aki kiáll mellettem és az igazság mellett, én is ki fogok állni az én atyám trónja és az ő angyalai előtt. Nyílt színvallásra kér tehát Jézus. Minden úrvacsori alkalommal. Mögé állsz, mellé állsz, az igazság pártján vagy, nem némulsz el az ellenállást látva, az árulást látva, hanem kiállsz Jézusért. Kiállsz Jézus mellett. Nem tréfa a dolog, testvérek, ami most történik. Nem egy szertartásnak vagyunk a egyszerű résztvevő és tanulj. Néma bizonyságtételre szólít Jézus. Csak az nyújtsa a kezét a megtört kenyérért, csak az nyújtsa a kezét a pohár, a kifolyt vér emlékegye iránt, aki komolyan, aki halálosan komolyan gondolja,
a Jézus követését. Csak az. Mert ha valaki nem méri meg önmagát, mert ha valaki nem méri meg a tetteit, ha nem ítéli meg önmagát, azt mondja a Biblia, hogy átkot vesz magához. Ráborul vissza mindaz, amit a szövetséggel szemben tesz. Áldássá csak akkor lesz, hogyha olvasod, ha hallgatod, és ha cselekszed is azt, amit Jézus mondott. Ezért kérlek benneteket, testvérek, hogy gondoljátok jól át, mit tesztek. És nem csak most, e másodpercekben, amikor kiléptek az ajtón, amikor beültök az autóba, amikor buszra szálltok, holnap a munkapad mellé álltok, Krisztus tanúi vagytok. Ne hozzatok szégyent rá. Ne legyetek árulók. Ne adjátok föl Isten országának igazságát. Azt keressétek. Azt kövessétek. És minden más megadatik nektek.